Barnabás, tessék parancsolni, sok sikert kívánok az érettségéhez. Ajándéktollat kapott az igazgatótól minden érettségiző a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban. A diákok izgalommal, de felkészülten várták az érettségi vizsga kezdetét. Alapvetően nagyon kavarognak a gondolataim, tehát hogy azért nyilván izgulok, viszont örülök, hogy magyarral kezdünk, mert nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas megpróbáltatás lesz. Ez azért megnyugtat, hogy akkor ma így belerázódok az egésznek a menetébe, és inkább a matek az, amitől tartok, de hát szerintem ez a minden sorstárs, ami így van, meg hát nyilván az emelt, ami nekem a tori lesz. A mai nap az olyan bevezetőnek tökéletes. Volt, aki leginkább a magyar érettségi miatt izgult, a holnapi és a holnap utáni megmérettetésre már nyugodtabban készül. Én szerintem a magyar miatt izgulok a leginkább, matekkal inkább az erősségem, tehát én amiatt nem izgulok annyira, azt várom is, és én is szintén emelt törizni fogok, amiatt szintén izgulok, de megtettem, amit lehetett, és remélem ez a mai napot is tükrözni fogja. Nem csak a diákok, az intézmény vezetői is izgalommal készültek az idei érettségire. A koronavírus járvány miatt sem az elmúlt tanév, sem maga a vizsga nem volt hagyományos. Ennek az érettségiző csoportnak, akik ebben az évben fognak érettségizni, egy sokkal nehezebb körülmények között történő felkészülés zajlott, hiszen már mondhatjuk, hogy lassan egy éve, igazából több mint egy éve alig jártak iskolába, szeptember-októberben jártak, aztán a többi az otthoni tanulással zajlott, tehát ilyen módon kicsit nehezebbek voltak a körülmények. Viszont azt szoktam mindig ilyenkor mondani, hogy aki becsületesen, szorgalmasan készült az elmúlt 4 évben, 5 évben, 12 évben, 13 évben, azoknak biztosan nem lesz nehéz. És egyébként ezek így is szoktak történni, tehát általában azért jó eredményeket érnek el a diákjaink, és tényleg becsületesen készülnek, és komolyan veszik az érettségi megmérettetést. Nagyon fontos dolog az érettségi vizsga, hiszen az egyetemi felvételik ezen múlnak, hogy ki hány pontot szerez ezeken a napokon, úgyhogy ehhez a téthez viszonyulva tényleg nagyon komolyan állnak hozzá a diákjaink. A szövegértelmező feladatok az 1848-49-es forradalom és szabadságharc szónoki beszédeihez kapcsolódtak. A második részben egy Mikszáth Kálmán novella, valamint egy Arany János és egy Tóth Árpád vers összehasonlító elemzése közül választhattak a középszinten vizsgázók. Reményeik szerint jól sikerült a dolgozatuk. Szerintem egy az egyben jól sikerült. Az érvelés témája az nagyon ideális volt számomra, mert a videójátékozásról kellett írni a társasjátékkal valamilyen szinten összehasonlításba. És én nagyon szeretek videójátékozni is, most érettség előtt abba hagytam, de amúgy szeretem nagyon. Ezért a téma az nagyon jó volt. A szövegértés is érthető volt, és jók voltak a kérdések is hozzá. Véget ért az érettségi, milyen élmények vannak benned? Igazából én nagyon megnyugodtam, illetve örülök is. Alapvetően jó volt, mert nem izgultam túl, viszont vállalkozásaimon felül sikerült szerintem, tehát könnyűek voltak a témák, örültem nekik nagyon, illetve a novellelemzést is könnyűnek tartom. A középszintű érettségi vizsgák holnap matematikával folytatódnak, majd sorban következik a történelem, idegen nyelvek, jövő héten pedig a reál és természettudományi tárgyak.